A szamosháti farsangoló télűzői jókedvű mulatozással próbáltak meg pontot tenni a régóta tartó kemény hideg végére a Sóstói Múzeum faluban. A hagyományos farsangi mulatságon a térség szokásai elevenedtek meg. A panyolai Szamosparti nyugdíjas klub tagjai olyan jelmezekbe, maskarákba bújtak, amelyekben egykoron nagyszüleik is táncoltak tél végén. A szatmári dramatikus játék mellett a látogatók szórakoztatásáról a nyírségtánc együttes gondoskodott, aki kedvet kapott a tánchoz, beállhatott a viseletbe öltözöttek közé, és együtt robhatták a bürközzenekar muzsikájára. Egy ilyen busóállarcot szeretnék csinálni, hogy ebbe üzem el a telet. A múzeumfaluban a legkisebbekre is gondoltak, ők elkészíthették a nagyvilág farsangi állarcait, és játékos táncházban ismerkedhettek meg a vidékre jellemző táncok alaplépéseivel. Ezek a farsangi szokások a 60-as években még élő hagyományként működtek a szatmári szamosháti területen, és a felvonuláson tulajdonképpen ezek a alakok elevenedtek meg, ezek az úgynevezett zsánerfigurák és állatalakoskodók, mint például zsánéralak a szitás, vagy a tollszedő, vagy a állatalakoskodók közül a medve, a gólya és a ló alakoskodó. A farsangi hagyomány szerves része a mulatozáson kívül az evés-ivás is, így még a nagybőjt előtt a szervezők a betevőről is gondoskodtak. A látogatókat zsíros kenyérrel, tepertővel, forralt borral és meleg teával várták, de nem maradhattak ki a sorból a tipikus farsangi sütemények, így a farsangi fánk sem. A Sóstói Múzeum falunak feladatai közé tartozik az, hogy nem csak a hagyományos népi építészetet és annak berendezéseit mutassák be, hanem azokat a szokásokat is, amelyek a megye mai területére jellemzőek voltak. Fonókba lévő lányokat mentek riaszgatni, ijeszgetni farsang idején. Na most ez annyiból másabb a jelenlegi felvonulás, egyrészt most fiatalokkal és panyola szülötteivel próbáljuk föleleveníteni, tehát belebújunk azokba a gúnyákba, amik akkor voltak, és leporoltuk őket, illetve újakat is készítettünk, de teljesen hagyományos eljárással. A télűzők a meteorológiai előrejelzések alapján jó munkát végeztek, hiszen ezen a héten már megszűnnek az éjszakai fagyok, és napközben is 5 fok fölött lesz a levegő hőmérséklete. Kemény hidegre pedig már nem kell számítani. Ezen a hétvégén lezárul a farsangi időszak, és kezdetét veszi a húsvét előtti 40 napos böjt.